Javult a bíróságok megítélése Magyarországon, mondta Handó Tünde Debrecenben. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke az Országos Bírói Tanács kihelyezett ülésén vett részt a Civisvárosban. A kétnapos tanácskozás egyik fontos témája volt a debreceni ítélőtábla szervezetfejlesztési programjának bemutatása. A debreceni ítélőtáblán először tartott kihelyezett ülést az Országos Bírói Tanács. Az erről szóló tájékoztatón elhangzott, hogy az ilyen ülések egyik fontos célja, hogy a bírákkal közvetlen kapcsolatot alakítsanak ki. Éppen ezért tartják olyan helyszínen, ahonnan nincs delegált tagja az Országos Bírói Tanácsnak. Azzal, hogy a debreceni ítélőtáblán rendeztük meg a kihelyezett ülést, ennek az az oka, hogy a debreceni ítélőtábláról nincs OBT-tag. Én a debreceni törvényszékről, bár a két szervezeti egység között nagyon szoros és jó kapcsolat áll fenn, de ezért történt a kihelyezett ülés, az ítélőtáblára történő helyezése. Holnapi napon a debreceni törvényszéken bírói fórumot fogunk tartani, ahová a debreceni ítélőtábla bíráit várjuk, illetve a debreceni törvényszék összes bíráinak fogunk bemutatkozni és beszámolni az elmúlt két éves munkánkról, illetve az előttünk álló feladatokról. A tanács a lehető legnagyobb nyilvánosság előtt folytatja a tevékenységét, értem ez alatt azt, hogy a tanácsüléseiről jegyzőkönyvek készülnek. Ezek a jegyzőkönyvek a belső levelezési programra intraneten elolvashatók a bírák számára, sőt a tanács ülései nyilvánosak is a bírák számára. A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a magyar bíróságok megítélése meghaladja az Európai Uniós átlagot, ez egy nemrégiben készített felmérésből derült ki. A bíróságok megítélése az nagyon sok körülményen múlik, nyilván másképpen éli meg a bírósági eljárást az, aki személyes résztvevője egy eljárásnak, másképpen aki újsághíreket olvas, és persze vannak olyan mérések is, amelyek objektív, tárgyilagos alapokra helyezik ezt, és az Euróbarométer szerint a magyar bíróságok iránti bizalom az emberek részéről az Európai Uniós átlagot meghaladó, más tagállamokhoz képest 16 országot szólítottunk magunk mögé, és 58%-os a magyarországi bizalmi index, ami egy javuló tendenciát mutat, és mi mindent igyekszünk megtenni annak érdekében, hogy ez tovább erősödjék. A bíróságok pozitív megítélését szolgálja az a szervezetfejlesztési program is, ami a bíróságokon zajlik, tette hozzá Handó Tünde. Ennek egyik fontos célja, hogy az emberek jobban átlássák a bíróságok működését. Elkészültek az ügyfélkataszterek, oktatásokat szerveztünk, segédanyagokat, hogy segítsük az embereket ahhoz, hogy minél közelebb és könnyebben férjenek hozzá a bírósághoz, ne jelentsen nekik hátrányt a jogi nyelv nem ismerete, és azt is szeretnénk, hogyha megértenék azt, hogy az ítélkezés az egy meglehetősen bonyolult folyamat, és nem csak a bíró múlik a végeredmény, hanem ott az ügyfeleknek, illetőleg azoknak a szereplőknek, mint akár az ügyész, a védőügyvéd fontos jelentősége van. A debreceni ítélőtábla szervezetfejlesztési programját idén 20 millió forintos pályázati támogatásból valósították meg. Erről dr. Balla Lajos elnök számolt be. Az uniós pályázati pénz segítségével volt lehetőségünk arra, hogy a szervezetet átvilágítsuk, tehát a bírósági szervezetet, egészen konkrétan debreceni ítélőtábla szervezetét átvilágítsuk, és megtaláljuk azokat a pontokat az átvilágítás során, amit lehet javítani, gyorsítani, szakszerűsíteni. Ugye erre volt lehetőség, elfogadták a pályázatunkat, ugye ez a pályázati határidő volt már április 30-án, és a pályázat megvalósítása során szinte a teljes dolgozói létszám, 69 fő, vagy képzést kapott, vagy valamiféle informatikai eszközök beszerzésére került sor, vagy pedig azt gondoltuk át ezekből a lehetőségekből, hogy hogyan lehet máshogy csinálni az eddigi munkát, hogyan lehet gyorsítani, nyilvánvalóan az adott jogszabályi keretek között. És találtunk olyan lehetőségeket, amelyek a gyorsítást célozzák, gyorsítást és szakszerűsítést célozzák.